A kormány 180 nappal meghosszabbította a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, vagy annak megszűnését követő 15 napon belül lejáró okmányok érvényességét. Ez országosan több mint 600 ezer okmányt érintett március 11-e és július 3-a között. Ezek érvényessége 2020. december 15-én jár le. Az állampolgárok kényelme, valamint az ügyfél és ügyintéző közötti találkozások további csökkentése érdekében Magyarország kormánya június közepén döntött úgy, hogy minden a magyar hatóságok által kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmány érvényességi idejét meghosszabbítja. Alapvetően személyi okmányokra vonatkozik az érvényességi idő határidejének a meghosszabbítása. Ez azt jelenti, hogy személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és parkolási igazolvány érvényességi ideje hosszabbodik meg, illetve ami nem személyi okmány, hanem a gépjárművekhez tartozó okmány, a forgalmi engedélyekbe bejegyzett műszaki érvényességi idő is meghosszabbodik. Ez azt jelenti, hogy a 2020. március 11 és 2020. július 3-a között lejárt okmányok Magyarország területén 2020. december 15-éig érvényesek, tehát plusz 180 nap érvényességi időt kaptak még. Különleges eset, hogy a lejárt útleveleket ugyan utazni nem lehet velük, de belföldön ugye személyazonosításra alkalmas okmányok ezek az okmányok is. Ebben az esetben is természetesen, hogyha lejárt az érvényességi idő, akkor belföldön december 15-e után már nem tudják használni az ügyfelek személyazonosításra. Ez a meghosszabbítás, ugye, amit tavasz végén, nyár elején hoztak, ez hogyan változtatta meg a megyei kormányablakok ügyfélforgalmát? Az ügyfélszám csökkenése országosan is tapasztalható volt, ez természetesen érezhető volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányablakokban is. Változást hozott a pandémia a tekintetben is, hogy más ügyfélfogadási szabályaink vannak, illetve bizonyos óvintézkedéseket hoztunk meg. A kormányablakok és a kormányhivatalok ügyféltereiben természetesen kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, sorszámkiadó gépeket pedig kizárólag az ügyfélszolgálatokon dolgozók kezelik. A fertőzések elkerülése érdekében az ügyfélszolgálatokon kézfertőtlenítőszereket helyeztünk ki. Az ügyfélpultokat védőplexi kialakításával biztonságosabbá tettük, és a helyiségeket pedig rendszeresen fertőtlenítjük. Az ügyfélterekben az egy időben tartózkodók maximális létszámát is korlátozhatják a hivatalok, ennek kapcsán kérjük az ügyfelek megértését. Ez a korlátozás kizárólag a szociális távolság megtarthatóságát szolgálja. Ez a meghosszabbítás, ez most mennyire okoz fennakadást vagy torlódást? Mennyivel nőtt meg így azoknak a száma, akik most akarnak majd újra érvényesíteni okmányokat? Jellemzően nem. Egyébként is arra próbáljuk ösztönözni, bár most ilyen szabály nincs, de arra próbáljuk az ügyfeleket terelni, hogy lehetőleg előre foglaljanak időpontot. Március 1 és július 3-a között országosan 660 ezer okmány járt le. Ezeknek a jó felét már cserélték országosan, és a megyei viszonylatban is elég jól haladtak az ügyfelek ezekkel az okmánycserékkel, de nagyságrendileg még körülbelül egy olyan 20 ezer okmány meghosszabbításra vár, amelyet tapasztalataink szerint az ügyfelek folyamatosan cserélnek. Azonban újra itt is szeretném felhívni az érintett ügyfelek figyelmét, hogy gyorsabb, biztonságosabb és számukra is kényelmesebb az ügyintézés abban az esetben, illetve így a 1,5-2 méteres szociális távolság is betartható, hogyha előzetesen időpontot foglalnak. Van-e olyan, amit csak online el lehet intézni, okmány meghosszabbítás, illetve mi az, amihez mindenképpen be kell menni személyesen? Döntő részben meg kell jelenni személyesen. A vezetői engedélynek van egy olyan lehetősége, hogy online is lehet hosszabbítani, de döntő részben a személyes megjelenés most még alkalmazandó.
és egyrészt az időpontfoglaló.kh.gov.hu-n a honlapon is fel tudnak jelentkezni időpontfoglalásra az ügyfelek, illetve a 1818-as telefonszámon is tudnak egyrészt tájékoztatást kérni, hogy milyen okiratok szükségesek az okmánycseréhez, illetve ott is tudnak időpontot foglalni. Illetve van még egy különleges lehetőség annak érdekében, hogy tájékozódjanak, hogyha mégsem történt meg az időpontfoglalás, de olyan élethelyzetben vannak, hogy éppen egy adott napon, adott időpontban szeretnének ezzel kapcsolatban ügyintézni, mivel nem kötelező az előzetes időpontfoglalás, egy applikációt is igénybe vehetnek, ez a Kormányablak mobil applikáció. Itt nyomon tudják követni, hogy a környezetükben lévő kormányablakokban az adott pillanatban meghatározott okmánytípus esetén mennyi a várakozási idő. Ezt az mobil applikációt bármely okostelefon letöltő támogatásán keresztül a keresőbe beírva telepíteni tudják. Ez azt jelenti, hogy például, hogyha valaki Nyíregyháza belvárosában tartózkodik, akkor meg tudja nézni, amennyiben letöltésre került ez a kormányablak mobil applikáció, hogy a Kossuth tér 1, a Hősök tere 3, vagy az Állomástér 1 az, ami gyorsabban biztosítja számára az ügyintézés lehetőségét.